Nagy tisztelettel köszöntöm a Városi Tévén keresztülős a hatóságát, képviselőtársamat és a testületülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy hétfővel jelentjük meg. Az ülést nemzetképesnek nyilvánítom és megnyitom. Amely ülés az SMS rendelkezésére alapján került összehívásra, a napirendi pontok kiküldésre kerültek, a 7-es és a 8-as napirendi pontok zárt ülésen fogjuk megtárgyalni. Így teszem fel szavazásra a ülésünk naprendjét, aki ezzel egyetlen ilyen készfelnyitást jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Mielőtt áttérnénk a naprendekre, mondom a két ülés közötti beszámolómat. Május 30-án volt az utolsó képviselő testületi ülésünk. Június 1-én a Szihalmi Kempencés napokon vettem részt. Szintén június 1-én a Művelődési Házban megtartott FSC élem átadó ünnepségen vettem részt. Június 4-én a Tiananmeni emlékműnél tartott megemlékezésen vettem részt. Június 6-tól június 10-ig testvér településén voltam egy 38 fős csoporttal. Az óvodavezetőkkel, iskolaigazgatókkal, rendőrkapitányság vezetőjével, az egészségügyi központ vezetőjével a kapcsolattartás folyamatos volt. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, valamint a 60 napon túli tartozásainkról szóló tájékoztató kiosztásra került, kérem ezeknek a tudomásul vételét. És akkor át is térnék az első napi pontunkra. Javaslat Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexének elfogadására. Előterjesztő képzőasszony, átvisz is adom a szót. Köszönöm szépen. A kódexnek az elfogadását a közszisztviselők jogállásáról szóló törvény írja elő. A törvény felsorolja azokat az alapelveket, amelyeknek az etikai kódexre ki kell részletesen térni, illetőleg meg kell határozni az etikai eljárás szabályait. Ennek a szabályzatnak az a célja, hogy rögzítse mind a munkahelyen, illetőleg mind a munkahelyen kívüli magatartási szabályokat, segítségen nyújtson a nyilvánosság biztosítására a tisztviselőktől elvárható magatartási szabályokon. És a jogalkotónak az a szándéka, hogy ez is hozzájáruljon, hogy a hivatal feladatai és munkafolyamatainak átláthatósága biztosított legyen. Ezeket az alapelveket, úgy mint például a hűség, elkötelezettség, nemzeti érdekek előnyben részesítése, igazságosság és méltányosság a jogszolgáltatásban, méltóság és tisztesség az ügyintézésben, előítéletektől való mentesség, pártatlanság, felelősségtudat, szakszerűség, együttműködés a kollégák ügyfelekkel, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és védelem, illetőleg a fentélyeken túl a vezetőkkel szemben még további plusz követelménynek a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése, illetőleg a számonkérésekat elevetjük. Ezeknek az alapelveknek a részletes szabályait tartalmazza az etikai kódex. Kérem szíveskedjenek el fogadni. Köszönöm szépen a tájékoztatót, kérdezem képviselőtársaimat. Az elhangzottakkal és az előterjesztéssel kapcsolatosan van a kérdés észrevételük. Sipos, szeretném megkérdezni, az eddigi munkatörvény leírások nagy általánosságban gondolom valamilyen hasonló alapelveket ott is megfogalmaznak, ha most kellett akkor is szabály szerint rögzíteni ezeket. Korábban is már 2020-ban legtöbbről van nekünk egy indexünk, ami felülvizsgálatra került 15-ben, és most került testületi elfogadásra. További kérdés észrevétel. Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, a kérem, aki ezzel egyetért készfelnyitásra jelezze. Rálapítom, hogy egy hangulat elfogadásra került. Második napirendi pontunk. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okiratának módosítására. A jegyző úr pár szóban mindig volt erre szükség. Könyvtárunk alaptevékenység ugyan könyvtári, levéltári tevékenység, de közművelődéssel kapcsolatos feladatokat is ellát, és a könyvtár vezetője jelezte felénk, hogy az alapító okiratban a közművelődéssel kapcsolatosan 4 funkciókód van meghatározva a jogszabályban, viszont az alapító okiratunkban csak 3 található, ezért az alapító okirat módosítása szükséges. Azzal az egy
funkciókóddal egészítjük ki, hogy kulturális alapú gazdaságfejlesztés közművelődés keretében. Ez kerül bele még pótlólag a alapítókiratba, és akkor ezt kérjük elfogadni a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen! Kérdezem képviselőtársaimat, ezzel kapcsolatosan van egy kérdés, észrevétel. Amennyiben én szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem részvényítésről ez. Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadásra kerül. Hármas napirendi pont, javaslat maximális csoportlétszám áttépés engedélyezésére, Füzesemény Létszínvirágóra és Bölcsére 2019-2020-as emelési évben induló csoportjainál. Ragó képviselőtársam az előfejlesztéshez. Köszönöm szépen a szurpolgármester úr. Mindenképpen arról van szó, hogy a Hétszínvirág oldalvezetője Gulyás Piroska jelezte a polgármester úr felé, hogy a következő nevelési évben a várható névleges létszám az meghaladja a jelenlegi létszámot, és kérte a fenntartó az önkormányzat engedélyét ahhoz, hogy mind az öt óvodai csoportban a maximális létszámot a jogszabályban meghatározott vagy megengedett 20%-kal növelhesse. Mi a bizottság ülésén ezt megtárgyaltuk, és a bizottságunk ezt elfogadásra javasolta. Gyakorlatilag itt csoportonként több gyereket tudnának majd fogadni vagy foglalkoztatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ami nem kis feladatot ró majd az orvosokra, hiszen mennyi lesz itt csoport létszám? 30 és 31. Talán észrevétel, kérdésem lenne, esenisek, mennyien vannak állatok? 4 esenisünk lesz, látható a szeptemberben, ugye számított létszámba plusz még 2 főnek számítanak, és hát az ellátásuk az most kétséges, és amelyikre beintegrálhatóságuk is felülvizsgálatra szorul majd, hogy tudjuk-e őket vállalni és fogadni. Milyen csoportban vannak? Vegyes csoportban vannak. Te korosztályban hol van? Korosztályban nagy csoportos korúak, illetve kis csoportos. További észrevétel. Amennyiben népszavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem készvényítésre jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra kerül. Javaslat ipari parkban lévő 30-32-1-es helyes számú alatti telek értékesítésére. Gondos képviselőtársam, hogy rendben szó, de ő sajnos nem tud részvenni az ülésen. És Meszné pár szóban légy szíves ismertesd, és a bizottsági lépés állásfoglalását is. A önkormányzat ipari parkjában lévő telkeknek az értékesítése az korábban is már ugye téma volt, és ez az ipari park projektünknek az egyik része. Itt az ipari parkban jelenállás szerint minden ingatlanunk szándéknyilatkozattal már úgymond lekötésre került, tehát vannak befektetői igények ezek után a telkek után. A legutolsó telek vonatkozásában konkrét vételi szándék érkezett már az önkormányzathoz, és felértékeltettük az ingatlant, és ennek alapján, amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, akkor megkezdődhet az értékesítés. Ezt tartalmazza az előterjesztés, és ebben kérjük a képviselőtestületnek a döntését, a teleknek az értékesítéséről, és az értékesítéshez az árverésnek a kitűzéséről. Köszönöm szépen! Kérdés ezzel kapcsolatosan képviselőtársaim részéről. Kérdeznék, hogy a vásárlással kapcsolatban gondolom, amikor bejelentették a szándékukat, akkor esetleg fogalmaztak-e meg valamilyen kívánalmat vagy szándékot, hogy mégis milyen formában, mikortól, vagy egyáltalán érdeklődtek-e afelől, hogy önkormányzat ezt mikor tudja megnyitni, vagy egyáltalán mikortól tudnak ők valós tevékenységet folytatni? Ők elmondták, hogy milyen tevékenységet szeretnének ott folytatni, az építéshatósággal egyeztetésre kerültek az ő elképzeléseik, és mivel az elképzelések és a lehetőségek találkoztak, ezért komoly érdeklődőnek tűnnek a telek vásárlásával kapcsolatban. Még további kérdés észrevétel? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetlenül készvényítésre jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra kerül.
javaslat támogatási kérelemmel bírálására fizessen a Hétszínvilág Alapítvány. Kovács Lisztusom, nagyon szép. Tisztelt képviselőtestület, a bizottságunk megtárgyalta a Hétszínvilág Alapítványnak a kérelmét. A udvari játékokat szeretném bővíteni, és 200 000 forintot igényel tőlünk. Bizottságunk támogatta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen, valakinek esetleg van más javaslata. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem, készfenyítást sérvezze. Megállapítom, hogy egyhangúra elfogadásra kérjük. Javaslat Füzesolni Város Önkormányzat képviselő testületének 2019 második fél éves munkatervére tényleg az előterjesztőbe, négyek jövő személyben az kiegészítés. A munkaterv a szokásos kötelező jellegű napi rendeket tartalmazza, amelyeket jogszabály alapján be tudtuk tervezni. Természetesen ez nem külbevése, tehát ezt az élet fogja alakítani, amennyiben napi rendeket kell felvenni, azokat, hogy majd az ülések tervezésekkor felvesszük, illetve ha valamelyik napi rend elhagyásán riportak, azok jogszabály szerint kötelező fél évente munkatervet elfogadni. Köszönöm szépen, kérdezem valakinek van ezzel kapcsolatosan kérdése, kiegészítése, észrevétele. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a munkatervet, aki ezzel egyetért kérem készfenyítésre hozzá. Elállapítom, hogy egy hamarabb elfogadásra kerül. Ezzel nyilvános ülésünk végére értünk, további szépen kívánok.